Sziasztok! Na, ezt a videót egy ilyen tesztnek szánom, hogy ha most feltöltöm, akkor mennyi idő alatt fogadja el a YouTube, mert az elmúlt 2 napban feltöltöttem kb. 8 videót, amikből 6-ot most arra sikerült jóvá hagyni, és 2 még mindig elfogadásra vár, úgyhogy még 2 videó lesz, amit már egyébként szerintem már pénteken megkaphattatok volna, de most nem. Úgyhogy ezt a videót most 2013. augusztus 3-án 14 óra 54-kor veszem föl. Nem lesz hosszú, nem akarok nagy kihívást állítani a YouTube-nak, úgyhogy nem rakok bele semmi speciális effektet, semmi copyright tartalom, tehát nincs benne se játékból, semmiből effekt, hang, végképp csak én beszélek rajta. Úgyhogy ezt megpróbálom feltölteni, és megnézzük, hogy mennyi idő alatt fogadja el a YouTube. Van egy elméletem ugyanis, hogy hónapváltásoknál most lehet, hogy kiadtak valami új szerverkódot, vagy valamit átalakítottak. Ugye most így próbálják teljesen összekapcsolni azzal a Google Plus-szal az egész szolgáltatásukat. És akkor lehet, hogy ez bekavar, meg lezárják ugye a hónapot, akkor sok YouTube partnernek ilyenkor elkönyvelnek kifizetést, stb. És akkor lehet, hogy emiatt most keletkezik egy ilyen 1-2 napos delay a rendszerben. Na és hogyha igaz az elméletem, akkor ez a delay nagyjából most beérte magát, és ha most feltöltöm ezt a videót, akkor annak már normálisan egy ilyen fél órán belül processzálódni kell. De ha ez is 1-2 napig fog tartani, akkor az nagyon gáz. Tehát akkor én nem tudom, hogy mi legyen, mi lesz, akkor valószínűleg várni kell a jövő hét közepéig, mert ha én ezzel szívok, akkor valószínűleg még másik 10 000 ember is szív vele, és akkor arra biztos lépni fog a YouTube, mert ez nekik is probléma, ugye ha mondjuk a partnerek így nem tudják időben feltölteni a videóikat, vagy feltöltik, de nem tudják normálisan megjeleníteni, meg stb., akkor az nekik is ugye bevétel kiesés, meg forgalom kiesés, úgyhogy ezt így priorba kéne, hogy orvosolják, legalábbis én így gondolom, aztán utána ki tudja. Lehet, hogy azt mondják, hogy csak pár hülye van így ezzel, és akkor azt meg letolják magasról. Úgyis is van több millió ember, aki tölti fel nekik a videókat. Na, úgyhogy én ezt egy ilyen tesztnek szántam. Semmi extra nincsen benne. Úgyhogy ha beválik az elméletem, akkor lehet, hogy a következő időkben, akkor így a hónapok elején így nagyon nem fogom az első 1-2 napba túlzásba venni a videókat, hát nem miatta, hanem a YouTube miatt. Maximum 1-2-t feltöltök, és akkor meglátjuk, hogy mennyi időt fogadja el, vagy majd valamit kitalálok erre. Mindenesetre nem örülök ennek, mert tényleg itt lennék, csinálnám, kreatív lennék, stb. Adnám nektek a tartalmat, és akkor nem tudom normálisan, mert hogy így vacakol az egész. Jó, mondjuk iszonyatlan rendszerről van szó, úgyhogy nem akarom őket sárra dobálni, mert elég nagy kihívás lehet ezt karban tartani, meg menedzselni, meg programozni, meg mindent. Csak azért ez már nem az első ilyen eset, és jó lenne, hogyha kijavítanák. Na, úgyhogy ennyi lett volna ez a kis tesztecske. Nem tudom, hogyha van valami kérdésetek vagy meglátásotok ezzel kapcsolatban, jöhet a videó alá kommentnek, én akkor ezt pedig most föl is töltöm. 14 óra 57, hát szerintem 58-kor, szerintem 15 órára fönn is lesz, és akkor meglátjuk, hogy mikor kerül élesbe. Hogyha mondjuk 15 óra 30-ig, akkor nem probléma, de hogyha azután, akkor... Na, sziasztok!